Jó reggelt kívánok! Pirkada című adásunk ma is elindul 7 óra 15 perckor, illetve 7-kor a híradóval. Én Kavélyó Kolini Bori vagyok. A Luach, a zsinagógai naptár szerint 5781. évében vagyunk, Kiszlév másodikát írunk, a polgári időszámítás szerint pedig 2020. november 18-a van, szerda, az esztendő 47. hete. Ne feledjék, mindenhol kötelező a maszk hordása, a boltokban, az utcákon, a közterületeken. Vigyázzunk egymásra. Csípős volt a mai hajnal, de most akkor ide beültünk a jó meleg stúdióba, illetve szobába. És köszöntöm is első vendégemet, Szűcs Tamást, a PDS országos választmányának tagját. Telefonon keresztül készítjük az interjú technikai okok miatt, illetve hát az is hozzátartozik, hogy ő bizony tanít. Jó reggelt, Tamás! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És a hallgatóknak is. Tamás... Bocsát, mert én most telefonom van. Igen, most telefonom van. Hol tanít Tamás? Én Miskolcon tanítok a Földes Ferenc gimnáziumban, tehát én most távol vagyok tényleg, majd több száz kilométerre önöktől. Akkor online oktatás van már, hogyha gimnáziumról van szó. Online oktatás van, középiskolás tanárként, igen. Uh-huh. És hogy megy ez? Hát ugye én tavasszal még az új elnöki feladataimat láttam el, és nem kapcsolódtam be. Idén van, de most ősszel kezdtem neki, és hát borzasztó sok melóval jár. Tehát most, hogy én be tudok számolni a tavaszi kollégáim megpróbáltatásairól is ennek megfelelően, egyértelműen komoly munkatehér növekedéssel jár, hogyha digitalizálni akarom mindazt, ami tudás bennem van, és át akarom adni a diákoknak, a tanulóknak, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ki van számítva minden percem, szinte már mint elnök koromban. A miniszterelnök bejelentette az online oktatással párhuzamosan, hogy a tanárokat, pedagógusokat, óvodai dolgozókat, bölcsödei dolgozókat tesztelni fogják hétről hétre. Ez megvalósul? Mi látszik? Amiről én tudok intézményekről, ott egészen biztos, hogy felmérték ennek a lehetőségeit, valamilyen módon megfogalmazták már, hogy ez hogy zajlik. Konkrét eredményekről még nem tudok. Uh-huh. Elképzelhető, hogy ez az én hiányosságom most, de azt tudom, hogy már egy ilyen körkérdés, hogy ez hogy történjen, ez több intézményben megvalósult, hogy történtek-e mintavételek is már, most ezt tényleg azt tudom mondani, én középiskolásként itthon ülök, és az általános iskolai kollégáimtól nem érkeztek ilyen típusú visszajelzések. Mennyire félnek a tanárok? Egyértelműen a PDS végzett egy ilyen felméréskutatást, a tanárok 60-70%-a úgy jelölte meg, hogy fél tart a koronavírustól, és azt most mindenki érzi, hogy a PDS elég radikálisan fogalmazott tavasszal, és mindenki érzi, hogy ez az őszi második hullám, ez most azért, ez nagyon itt van tényleg a nyakunkon. Egyértelműen vannak félelmek, mikor igazgatókat vesztett már el a szakma, és azt tudom mondani, hogy tényleg az iskolába járás, az részben gócpont, részben maga az aktus, hogy fizikailag megjelennek tömegek, milliós tömegek mozognak, ez mind-mind járvány kockázatát növeli. De hát Maruzsa államtitkár úr azt mondja, hogy nem gócpont az iskola. Hát a pontos adatokat, méréseket meg kell várni. Nekem az a véleményem, hogy én csak segítségül hívom mondjuk a legavatottabb járványügyi szakembereket, az a gócpont, ahol egyszerre viszonylag zárt térben viszonylag sok ember tartózkodik, az potenciális gócpont, lehet ezen vitatkozni, hogy az-e vagy nem, de hogy potenciális gócpont az intézmény, az iskola, az óvoda, az egészen biztos. Tehát a tanárok többsége amellett van, hogy minden iskolát és tanintézményt zárjanak be, és álljanak át digitális oktatásra. Igen, ez azért problémás, de a 60-70% emellett van, de azért van egy jelentős szám, ez sugorodik az utóbbi napokban, hiszen már majdnem mindenkinek van konkrét ismerőse, akár aki sajnos el is hunyt. Tehát én úgy gondolom, hogy egyértelműen érzékelni lehet, hogy a tanároknak az a többsége, aki még egy pár héttel ezelőtt is inkább amellett volt, hogy a pedagógusok többsége, hogy ne legyen zárás, most azért ez már befordult abba az irányba, hogy megtapasztalva a közvetlen fizikai veszélyt,
igen, a többsége már amellett van, hogy nem szabadna tovább működtetni, legalább egy átmeneti időre. Ugye ott van a mi laboratóriumunk, Ausztria, ott is meglépték ezt. Én úgy gondolom, eleve késő lett meghozva a középiskoláknak a zárása, és úgy gondolom, hogy egy ilyen nagyon kemény 2-3 hetes zárás az nagyon időszerű lenne. 2-3 hét elég lenne? Arra lenne elég, szerintem, de hát nem vagyok járványügyi szakember, csak mindig mondják, hogy ez a 2-3 hét talán már azt jelenthetné akkor egy ilyen zárás, hogy megtorpanna az a folyamat, ami most van, és azért ne felejtjük, Ausztriában nem nagyon voltak 100 fős halálos esetek naponta, nálunk már ezek vannak, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon időszerű lenne legalább egy átmeneti 2-3 hétre értékelve az adatokat, aztán a teljes zárás. Ön kapcsolatban van a gyerekekkel, illetve a diákokkal. Milyen lelki állapotban vannak a gyerekek? Ó, hát a digitális tanrend az azért a többségének nincsen ellenére. Tehát és ezért én középiskolában vagyok, egy igen, jó középiskolában átlagnál mindenféleképpen jobb szocializáció diákok között dolgozom többségében. Tehát én azt gondolom, hogy ők ezt élvezik. Annyi, hogy azért az anyag átadása azért részben szemléletesebb tud lenni, de a személyes jelenlétet azt nem pótolja semmi. És azért a magyarázatoknál a diákok is jelzik, hogy de jó lenne, ha ott lenne az ember, különösen mondjuk egy matbeknál, nyelvnél, tehát ezeket azért mondogatják. Hogy fordulhat elő, hogy erre nem voltunk felkészülve? Tehát, hogy senki nem beszélt arról ugye nyár elején, hogy ebből még lehet egyszer online oktatás? Nem, ez nem teljesen így van, tehát azért erre számított az iskolarendszer és a különféle intézkedésekkel, és minden egyes nevelőtestület, akiről én tudok, B-tervekkel állt elő. Mondjuk mondom az 56-os műsort, vagy a szalagavató nálunk, már ez aktuális, eleve szeptemberben úgy volt nálunk átgondolva, hogy legyen egy kifejezetten digitális változat, amely nem kíván személyes jelenlétet. Az 56-os műsort aztán nagyjából így is oldottuk meg, hogy ne kelljen hatalmas tömegeknek egy nagy térben összeülnie. Tehát szerintem számoltak vele az intézmények, és én úgy gondolom, hogy maga az oktatás irányítás is, ugyanakkor azzal, hogy megint 2 napot hagyott rá, azzal, hogy a járványügyi adatok már előre prognosztizálták, hogy valamit lépni kell, én úgy gondolom, hogy ezzel megint volt elmaradás. Tehát sokkal az oktatás irányításnak is sokkal előbb le lehetett volna tenni, mikor azt mondja, hogy zár, akkor előtte egy héttel már mondja, hogy ezeket az adatokat eléri, akkor számítani kell erre a lépésre. Ha az adatokat eléri a járvány, akkor számítani kell egy ilyen típusú lépésre. Tehát egy ilyen forgatókönyvet az egész magyar társadalom elé már rég le lehetett volna tenni, annál is inkább, mert a környező országok megelőzték ugye a vírus terjedésében Magyarországot, és szerintem egy forgatókönyv, kiszámítható forgatókönyv letétele az kívánatos lett volna. Ehhez képest mindig az az ember érzése, hogy egy ilyen tűzoltásszerű, utólagos, megkésett lépéseket tapasztalunk országos szinten is, meg az oktatásban is. Hogyha most egy tanár beteg lesz, és karanténba kerül, akár 10 napra, akár 14 napra, mire számíthat jelen helyzetben, most mi a helyzet ezzel? Jelen helyzetben ugye a legfontosabb kérdés most tényleg az, hogy most, ha otthon dolgozik, és el tudja látni a feladatát, akkor nem éri olyan értelemben anyagi veszteség. Ha annyira beteg, hogy nem tudja ellátni online sem a feladatot, akkor nyilván táppénzre kell menni, és itt egy nagyon komoly vita téma, hogy a 100%-os táppénz a foglalkozás körében keletkezett-e a járvány veszély, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy nagyon szükség lenne egy generális szabályra a kormánytól, és azt kellene mondania, hogy aki covidos lett, ott nem mérlegeljük, mivel nem tudjuk igazolni, hogy itt kapta, vagy ott kapta, a munkahelyén, vagy a nem munkahelyén. Senki nem tudja igazolni, hogy a munkahelyemen kaptam-e, vagy nem ott kaptam ezt a betegséget, és mivel ez nagyon veszélyes betegség, egy generális szabály jó lenne a 100%-os táppénzről mindenkire vonatkoztatva, aki,
aki covidos lett, és nem kéne mérlegelni, mivel nehezen bizonyítható, hogy hol kapta. Én azt gondolom, ez egy megnyugtató rendelkezés lenne, és jelenleg abban a formában, hogy az emberek jövedelmi szintjét valamilyen szinten tartani kell, hogy a fogyasztás meg legyen az országban, ebbe a logikába illesztve ez egy nagyon sürgős lépés lenne. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot önnek! Jó tanítást! Én is köszönöm szépen a megkeresést, és hát legközelebb remélem, hogy látjuk személyesen. Is egymást, és látnak a kedvesnek. Akár személyesen, akár online, nagyon jó. Akár ennek. Személyesen, bár az most nekem egy kicsit már nem. Hát igen, onnan kicsit messze van. Szűcs Tamás volt a vendégem, a PDS országos választmányának tagja. Most pedig dr. Magyar György következik.